Ismét megtelt a Szatyorbár május 11-én délelőtt, amikor a Hadik művészeti vezetője, ott Anna Détót Kriszta íróval, újságíróval beszélgetett a Hadik brancs keretében. Kriszta azért egy nagyon-nagyon fontos szereplője a magyar közéletnek, a kulturális életnek. Nagyon szeretném erről is faggatni, hogy ez a szerepvállalás, az, hogy ő egy portált tulajdonol és szerkeszt és megalapította, vagy az állandó írásai, a közügyekért és a nők ügyeiért kiállása, ez nagyon fontos. Détót Krisztát legtöbben a televízióból vagy az interneten futó műsoraiból ismerik, de kevesen tudták róla, hogy könyvet is írt, vagy hogy ő a VMN online magazin alapító főszerkesztője és a UNICEF Magyarországi Jószolgálati nagykövete. Az írás nekem olyan, mint az oxigén. Ugyanúgy, ahogy a televíziózás vagy videókészítés most már, ugye, amióta inkább az interneten vagyok jelen. Úgyhogy mindig, amikor hosszabb időszak eltelik úgy, hogy nem írok irodalmi szöveget, akkor olyan hiányérzetem van, mintha nem kapnék levegőt. A Hadik brancsban főként a Jöttem hadlássalak című regényéről beszélt a Neves személyiség, amely 2013-ban jelent meg, és egy mély, személyes önvallomás, amelyben édesanyja történetét meséli el. Jöttem hadlássalak már évek óta a piacon van, viszont most átírta, átdolgozta, és újra szerkesztették, és egy újabb javított kiadásban jelent meg. Ez Kriszta édesanyjának a története, az ő szemszögéből meséli el az egész történetet, aki sajnos már nincs velünk, és ezt a küzdelmet, az utolsó fázist is nagyon-nagyon szemléletesen és érzékenyen meséli el Kriszta, és ezért gondoltuk, hogy ma egy kicsit csendesebb és befelé figyelőbb reggel lesz. Elég kevés időm van sajnos hosszabb irodalmi szövegekkel foglalkozni, a kiadom legnagyobb bánatára. De tervezem, igen, készülődőben van a fejemben legalábbis novellás kötet, van hosszabb történetre való anyagom is, csak most már csak időt kéne rá találni.